Egyenlő, bátor, szabad. A Társaság a szabadságjogokért egy ilyen országért dolgozik. Ma pedig megünnepeljük azokat az embereket, akik tavaly nagyon sokat tettek azért, hogy Magyarország egy ilyen hely legyen. Idén másodjára díjazza Magyarország legszabadabb embereit a TASZ. A körülmények miatt ezúttal online rendhagyó módon ünnepeljük meg a hétköznapi hőseinket. A szabad díj jelöltjeinek munkássága idén is nagyon változatos. A közös bennük viszont az, hogy mindannyian egy szabadabb és egyenlőbb országért dolgoznak, és az is, hogy sikereik bárki számára példaként szolgálhatnak. Megtanulhatjuk tőlük, hogy mindannyian formálói vagyunk annak a társadalomnak, amiben élünk, vagy amiben élni szeretnénk. A következő néhány percben bemutatjuk nektek ezt a 9 bátor embert, és utána pedig a szakmai zsűrit, és aztán kiderül, hogy kik kapják idén a szabad díjakat. Kunács Zsombor vagyok, tulajdonképpen orvos. Az egészségügy pontosan egy olyan terület, ami jelen pillanatban mindenki vesztes. A beteg vesztes, a benne szereplő orvosok, ápolók, nővérek vesztesek. Tehát nincs mese, hogy ezen változtatni kell. Szeretnék egy tisztességes egészségügyet. Szeretnék egy olyan egészségügyet, ahol a hozzáférés az nem véletlenszerű, ahol az ellátás az nem véletlenszerű, és ahol kiszámítható, nyugodt körülmények között lehet dolgozni. Nem látok más utat, mint az őszinte nyilvános beszédet arra, hogy az egészségügy problémáit kezelni lehessen. Ha meg tudnának félemlíteni, és ez sikeres lenne, még sokkal rosszabb állapotba kerülhetne az egészségügy állat, és semmi kilátás, semmi jövőkép nem lehetne. Orosz Bernadett vagyok, az a 6 gyermekes édesanyja és nagymama, akit 2019. november 9-én erőszakos bűncselekményért volt barátja által. Azért döntöttem amellett, hogy posztolom a velem történt tragédiát, mert egyrészt féltem, hiszen az állam nem védett meg és szabadlábon hagyta az ellenem elkövetőt. Az életemet mentettem meg ezzel a poszttal, és amikor láttam, hogy másoknak ez milyen szintű reményt ad, akkor nem tehetem meg azt, hogy elforduljak tőlük. Az indokolatlan szégyennek vége. Tasi Roland, faápoló vagyok, fák állag megóvásával és védelmével foglalkozom. 2019 őszén megkeresett egy nagy cég, egy vasúti építkezésen lévő platánfát akartak kivágatni velem. Én nem vágtam ki, mert úgy gondoltam, hogy nem ez lenne a megoldás. Azért fordultam a nyilvánosság felé, mert úgy éreztem, hogy egyedül nem tudnám elérni, hogy megmeneküljön a platán, és fel akartam hívni az emberek figyelmét az ilyen és ehhez hasonló értékekre. A természet az igazából az otthonunk. A kizsákmányolás helyett inkább vigyázni kellene rá, és harmóniában vele együtt élni. Sose hagytam, hogy elkedvetlenítsen az én meggyőződésemmel ellentétes érdekek, vagy csapások, ha lehet így fogalmazni. Készen állok ezt folytatni bármeddig. Benkő Balázs vagyok, és jelenleg kútfúrással foglalkozom. Kezdtem egy menhelyen az önkénteskedéssel, és próbáltam kicsit továbbvinni az egészet, így elkezdtem segíteni Jánosnak. Ő a Páfrány utcában lakott egy garázssor falánál. Jánosnak lett egy ingatlanja, ahol jelenleg is tud lakni, melegben van, nem fázik. Strock Éva, aki adta az ingatlant, és ő támogatja ételbe, italba. Igazából az én életem kicsit vidámabb lett, mert tudom, hogy valakit tudok támogatni. Gulyás Márton vagyok, a Partizán alapítója. Saját megítélésem szerint nem fordultam el az aktivizmustól a médiafélre, hanem kombináltam a kettőt, egyszerre tartom magamat médiamunkásnak és aktivistának. A Partizán küldetése az, hogy erősítse a rendszerkritikus nyilvánosságot Magyarországon és későbbiekben remélhetőleg a közép-kelet-európai régióban. Az én személyes célom pedig egy olyan társadalom erősítése, ahol mindenki politizálhat. Kovásné Nagyemese vagyok. A KIP rövidítés komplex instrukciós program. Helyő Keresztúrban 2000-ben kezdtük el alkalmazni, illetve ennek Stanfordi gyökere van, és a kérdés számunkra az volt, hogy magyar körülmények között hogy tudjuk ezt megvalósítani. Magának a pedagógusnak a munkáját a KIP-nek az alkalmazása könnyebbé és hatékonyabbá teszi. 3 évünkbe tellett még a program a magyar viszonyokhoz idomult, és most már a tudásban és szocializáltságban heterogén tanulói csoportot nagyon biztosan tudjuk vele kezelni és sikeresen.
Lakatos Attila vagyok, az ELTE-n tanulok szociális munkát. Most fogok végezni a tanulmányaimmal. 2007-ben kezdtem úgy érezni, hogy fel kell lépnem a rendőri igazoltatásokkal szemben, amelyek engem értek. Korábban már több mint 40 alkalommal igazoltatott a rendőrség, és ezért kezdtem el értelmét látni annak, hogy kezdjek el írásban panaszt tenni és eljárásokat indítani a rendőri igazoltatásokkal szemben, azért, hogy később ezeknek nyomuk legyen, és hogy bárki ezt vizsgálja vagy kutatja, akkor ők ezeket tudják mérni, vizsgálni. Én nagyon örülnék annak, hogyha a rendőrség azt a jogsértő és rossz gyakorlatát megszüntetné, hogy indok és cél nélkül igazoltat állampolgárokat csak a bőrszínük vagy a kinézetük miatt csupán. Az miatt nagyon büszke vagyok, hogy ezek a jogsértések, amelyekben eljárást indítottam, bírósági fórumon is ott vannak, és tényleg nagyon örülök annak, hogy ez, mert a rendőrség akarva akaratlanul is, de belekényszerül egy olyan helyzetbe, hogy párbeszédet folytasson velünk. El László Jánosnak hívnak. Nagyon sokáig napilapoknál voltam újságíró, amikor kiderült, hogy a jelenlegi kormány teljesen tudatosan szigeteli el a kis településen élőket a hiteles információktól. Akkor többen arra gondoltunk, hogy muszáj valamit csinálni, és akkor találtuk ki ezt a módszert, amivel próbáljuk a valódi információkat terjeszteni. Voltak olyan hetek, amikor 500 000 példányszámot értünk el. Most van egy konkrét célkitűzésünk is az elkövetkezendő másfél évre. 1000 olyan faluba akarunk eljutni, ahol 1000 és 5000 ember lakik. Ezekben a falvakban minden héten azt akarjuk, hogy az emberek kézbe kapják a valódi híreket. Buru Petrának hívnak, és a Fridays for Future Magyarország mozgalom aktivistája vagyok. Célunk, hogy mindenki értesüljön arról, hogy a klíma és ökológiai válság egy nagyon komoly probléma, amelynek már most érezzük a hatásait, illetve hogy a politikusok azonnal elkezdjenek cselekedni. Azért mentünk ki Magyarországon tüntetni, mert nagyon rossz úton haladunk, mind társadalmi, mind gazdasági, mind pedig természetvédelmi szempontból, viszont azt láttuk, hogy mégsem történik érdemi előrelépés, ezért úgy döntöttünk, hogy most kell kimennünk, és most kell egy elkeseredett lépésként megpróbálni nyomást gyakorolni. A TASZ minden évben 2 szabad díjat ad. Az egyik díjról a szakmai zsűri döntött, a másikról pedig ezúttal is közönségszavazáson ti dönthettetek. A szakmai zsűri tagjai idén Cseke Eszter dokumentumfilmes rendező, Horváth Dorka, a Booker Kids alapítója, Kaproncai Stefánia, a TASZ ügyvezető igazgatója, László Kriszta, a Marie Claire főszerkesztője és Miklósi Gábor, a 444 újságírója voltak. Évek óta szerettünk volna valamilyen díjat létrehozni, amivel elismerjük az aktív polgárokat. Én akkor adtam be a derekam, amikor végleg elegem lett abból a cinikus kis hitűségből, ami sajnos annyira elterjedt. Addig, amíg azon megy a versengés, hogy az igen után ki hány de-t tud mondani, addig nagyon lehúzzuk azokat az embereket, akik bátran a hétköznapjaikat úgy élik, úgy cselekszenek, hogy egy szabadabb és egyenlőbb országért tesznek. 2020 nagyon sok veszteséget hozott. Ilyen veszteség Nagy Szilvi halála is. Nagy Szilvi a Szivárvány Misszió Alapítvány elnöke, a Budapest Pride oszlopos tagja volt. Szilvi úgy gondolta, hogy a Pride-ra mindig is szükség lesz. Én is egyetértek vele ebben. Mi is azt gondoljuk, hogy jogvédelemre mindig szükség lesz. Mindig szükség lesz olyan emberekre, akik azért dolgoznak, hogy egy szabadabb, egyenlőbb országban éljünk. Szilvi arra is vágyott, hogy a Pride örömünnep legyen. Ebben a vágyában is osztozom. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy megünnepeljük a sikereinket, hogy megbecsüljük azokat az embereket, akik a hétköznapjaikat úgy élik, hogy a változásért dolgoznak. Úgyhogy itt van most ez a 9 ember, a szabaddíj 9 jelöltje, egyenként fantasztikus történetek. Olyan emberek, akik a saját példájukon keresztül megmutatják, hogy igenis lehet változtatni. Horváth Dorka a zsűri tagja, a Booker Kids alapítója. Dorkára óriási hatással volt dr. Nagy Emese története. Kiemelkedőnek tartja azt a tudást és törődést, amit a Helyőkeresztúri Általános Iskolában megvalósít. Ezért Horváth Dorka felajánlotta a Booker Kids külön díját dr. Nagy Emesének, ami 700 digitális könyvet tartalmaz. Először is köszönetet szeretnék mondani magáért a jelölésért, mert egy olyan magas szintű grémium tette mindezt,
aki értékeli azt a munkát, amit csinálunk, amit folytatunk a társadalom fejlődéséért. Azért is köszönetet mondok, mert egy olyan jelölt csapatnak lehetek a tagja, ahol ismervén a jelölteknek a munkáját tudom, ismerem, hogy mindenki a saját területén valami kivételeset és nagyszerűt hajt végre. Köszönöm magát a külön díjat is, de itt természetesen nem egy személyről van szó, hanem egy csapatról, hiszen lehet akármilyen professzionális a vezetés, akármilyen professzionálisan és okosan kitűzött cél és végrehajtás, de ez csapat nélkül ma már nem megy, és mögöttem áll egy csapat, ez pedig a helyi keresztúri kollégáknak, pedagógusoknak, szülőknek és gyerekeknek a csapata. És köszönetet mondok a Booker Kids Kft-nek, benne Horváth Dorkának, akik a külön díj részeként egy könyvcsomaggal lepték meg az iskolát, és azt gondolom, hogy így karácsony táján ez nagyon nagy meglepetés lesz a kollégáknak is, és a gyerekeknek is. Hát köszönöm mindent! A TASZ idei közönségdíjának nyertese egy olyan csapat, akik 2020-ban újra definiálták, hogy mit jelent az, hogy közszolgálat. Nagyon gratulálok Gulyás Mártonnak és a Partizán csapatának a közönségdíjhoz. Először is nagyon köszönjük a TASZ-nak, hogy föltérjesztettetek bennünket erre a díjra, mert önmagában ilyen díjazottak között lenni is egy hatalmas elismerés volt, mindenfajta alakoskodás nélkül mondom, és innen is minden elismerésünket küldjük a többi jelölt számára is. Az, hogy egyébként konkrétan a közönség díját azt nekünk adta a nagy érdemű, azt pedig külön köszönjük, ez rettenetesen megható egyrésztről, másrésztről meg egy olyan felelősség, amihez eddig is próbáltunk fölnőni, és remélem, hogy ezután is majd tudunk tovább nőni fölfele hozzá. És eléggé, hogy mondjam, meg vagyunk most illetődve, hogy ezt látható így a képen, ennél azért alapvetően virulensebbek és aktívabbak vagyunk, de a díjnak a súlya és jelentősége egy picit most mindannyiunkat elhallgathatott, de mindenfajta cinizmus és mindenfajta relativizálás nélkül annyit csak mondani, hogy nagyon köszönjük, és igyekszünk továbbra is méltóak maradni ahhoz, hogy ezt a díjat, vagy ennek a díjnak a szellemiségét szolgálni tudjuk. Köszönjük szépen! A zsűrinek 2020-ban sem volt könnyű dolga. A döntéskor mérlegeltük, hogy a jelölt egyedül vagy szervezetben dolgozik. Azt is megnéztük, hogy a társadalmi probléma, aminek a megoldásán dolgozik, az mennyire sok embert érint és milyen súlyos. Amellett sem mehettünk el, hogy bár a jelölteket 2019-es teljesítményük alapján választottuk ki, a döntést 2020 telén egy hosszú bezártság időszakában hoztuk meg. A szakmai díj nyertese egy olyan ember, aki erőt kovácsolt a traumájából, akinek volt bátorsága megmutatni magát a legsérülékenyebb pillanatában, és ezzel láthatóvá tenni egy olyan problémát, ami nagyon sokszor láthatatlan marad. A szakmai díj nyertese Orosz Bernadett. Nagyon gratulálok neki a díjhoz, és sok erőt és kitartást kívánok a munkájához. Máig emlékszem arra, amikor először láttam Orosz Bernadett arcát, szinte pontosan egy évvel ezelőtt. A kollégáim hitetlenkedve kiabáltak a hírügyeletben, és amikor oda mentem a képernyőn, egy szinte felismerhetetlenségig összevert nő arcát láttam, akiről azt is nehéz volt megmondani, hogy hány éves lehet pontosan. Az első benyomásom az volt, hogy úristen, micsoda bátorság kell ahhoz, hogy valaki ebben a helyzetben ilyen arccal a nyilvánosságot vállalja, és mindaz, ami azóta történt, ahogy kiállt magáért, kiállt hasonló helyzetben levő emberekért, ahogy szinte a szószólója lett egy ügynek, megerősített abban, hogy ez az első benyomásom az pontos volt. Ezért gondolom azt, hogy jó helyre kerül a TASZ 2020-as szabad díja egy bátor és belül szabad nőhöz. Orosz Bernadett, gratulálok! Rendkívül hálás vagyok ezért a díjért. A közérdekében ez életmentő a különösen a nőknek és a gyermekeknek. Olyan, mintha a láncok, amik eddig rabságban tartottak volna, a szégyen rabságában, ennek ezen a vége, mert hogy egy szakértőkből álló csapat mondta ki azt, hogy igenis fontos és súlyos rendszer szintű jelenség ez Magyarországon, és ez ellen tenni kell. Nagyon sok nő, akit ben eddig én tartottam a reményt és a lelket, illetve a civil szervezetek és más emberi jogi jogvédők. Most végre az ő munkájuk is elismerést nyert azáltal, hogy ezt a díjat
megkaptuk, és Bálint Natália Békejel című dalának záró mondatával zárnám a köszönetemet. Ha megszólal egyszer a lélek harang, a hatalom semmis, a lélek arang. Köszönjük támogatóinknak és partnereinknek, hogy idén is átadhattuk a szabad díjakat. Nektek pedig köszönjük, hogy velünk tartottatok. Reméljük, hogy jövőre már élőben ünnepelhetünk együtt. Addig is kövessétek a TASZ munkáját, és ne feledjétek, hogy közösen képesek vagyunk változtatni.